Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a feminizmusról lesz szó. Találtam néhány videót, amire szerintem érdekes lenne reagálni, és amennyiben idő engedi a jövőben, természetesen szeretném folytatni ezt, bár nem tudom ezt megígérni. Előjáróban annyit, hogy úgy gondolom, hogy kevés olyan mozgalom van a világon, ami akkor a kárt vagy olyan károkat okozott, mint, mint a feminizmus nem csak a nőknek, hanem úgy általában véve a társadalomnak, hogyha ki kellene választani az egyedüli legnagyobb problémát a jelenlegi világrenddel kapcsolatosan, akkor azt hiszem, hogy az kétségtelenül a női elmének a fertőzése volt, és ezáltal ugye az egész családmodellnek. A lerombolása, és most már láthatjuk, hogy a társadalom is leomlik körülöttünk. Én azt természetesnek veszem, hogy lesznek, akik nem fognak egyetérteni ezzel, és én ezt megértem, attól függetlenül az én véleményemet nem tudja megváltoztatni senki a feminizmussal kapcsolatban, és meg fogom mutatni ezeken a videókon keresztül, hogy csak mennyire álomvilágban élnek ezek a hölgyek, illetve az a néhány úriember, aki szintén részt vesz ebben. Ami lehet, hogy nem is néhány. Egy idézettel e, szeretném kezdeni, amit már felolvastam. Ez e, Dietrich Bonhoeffertől származik, amely nagyjából úgy szól, hogy a hülyeség az veszélyesebb ellensége a jónak, mint a rossz indulat. Lehet tiltakozni a gonosz ellen, ki lehet tárni, szükség esetén erőszakkal meg lehet akadályozni a hülyeség ellen azonban védtelenek vagyunk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobabba, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Hülye a rossz indulatúval ellentétben teljesen elégedett önmagával, és mivel könnyen ingerülté, veszélyessé válik támadás által, a hülye a rossz indulatúval ellentétben teljesen elégedett önmagával, könnyen ingerülté válik, ezáltal pedig, ha támadás éri, veszélyessé. Ezek okán nagyobb elővigyázatosság szükséges, amikor egy ostoba emberrel Próbálkozunk vagy bánunk, mint egy rosszindulatú emberre. Soha többet nem próbáljuk meg okkal vagy érvekkel meggyőzni az ostobát, mert értelmetlen és veszélyes. Mondhatnánk azt, hogy én vagyok a rosszindulatú, hogy ezt az idézetet felolvastam itt, nem azt akarom mondani, hogy a videóban megjelenő hölgyek azok hülyék vagy ostobák, ezt mindenki eldönti magának. Én csak azt akarom mondani, hogy az elgondolás és az érvek, amiket használok, azok mindenképpen ostobák és nélkülözik a valóságot, mint ahogyan a feminizmus szinte minden mögöttes oka, amivel érvelnek, hogy erre szükség van, hasonlóképpen nélkülözi a valóság alapot, az ész érveket is mellőzi. Többnyire nőkről lévén szó, az természetes, hogy az érzelmekre igyekszik hatni minden videó. Én mégis azt szeretném, hogyha mindenki megmaradna a racionalitás talaján, és azt, ami elhangzik, úgy vizsgálná, hogy használja a józan eszét, és nem az érzelmeit. Én együtt érzek mindenkivel, hogy milyen sanyarú sorsa van itt Magyarországon, a lehető legnagyobb jólétben, amit az emberiség valaha tapasztalt, de az érzelmek azok engem nem igen hatnak meg, úgyhogy nézzük, hogy mi az, amit mond ez Pészincs, egy Kalász Szinti, ha jól gondolom a neve, de nem esküszöm meg rá, ez a TikTokon található ez a videó. Úgyhogy ez az, amit meg fogunk nézni most. Ha viszont nem, akkor egyszerűen csak állj tovább. Szóval, hogyha valaki egyetért vele, akkor maradjon, ha nem, akkor meg álljon tovább, ez az, amire gondol. De az első érv az azt hiszem, hogy most kezdődik. Én is átéltem már sokszor, hogy a férfiak társaságában voltam, akkor az én véleményem az nem számított. Ez, hogy ha a férfiak, hogy amit ő átél, vagy én átélek, az nem azt jelenti, hogy valami úgy van. Ez az én szubjektív történetem, én így gondolom, velem ez esett meg, stb. Ez nem egy általánosítható eset. Ez csak pusztán egy anekdota. Én végigértem az egész életemet eddig, a minden 43 évet férfiként, és velem is számtalanszor előfordult, hogy az, amit mondtam, az nem számított. És nem azt néztem, hogy miért nem hallgatnak rám, biztosan velük van a probléma, hanem azon gondolkoztam, hogy vajon mekkora hülyeséget kellett mondanom, hogy ne figyeljenek rám, vagy esetleg nem vagyok elég megfelelő ember arra, hogy véleményt formáljak, nincs meg a szakértelmem, a tudásom, vagy es esetleg a tekintélyem, a tapasztalatom akármiben, és nem az a lényeg, hogy valaki férfi vagy nő, hanem az, amit mond, ha amit mondanak értelme van, akkor meghallgatnák, hogyha nincs, akkor meg nem hallgatják meg.